Világszerte ma van a Down-szindróma napja, amely elsődlegesen a rendellenességgel születettek elfogadását célozza. Vendégünk a stúdióban dr. Kenézi Diana és dr. Hegedűs Ákos, akik gyermekük révén érintettek a témában, valamint hosszú név Martinkovics Mária gyógypedagógus. Köszönjük, hogy itt vannak velünk. Mit lehet tudni a Down-szindrómáról, mennyire gyakori rendellenesség? Hát én úgy tudom, hogy 1000 gyerekből egynél szokott előfordulni a Down-szindróma. Ez úgy alakul ki, hogy ugye az ember minden sejtjét 46 kromoszóma, tehát minden sejtjében 46 kromoszóma található, 23 pár, és ezek szigorú sorrendben épülnek fel, és csak a ivarsejtek tartalmaznak 23-at, a férfi és a nő is, és a 21. kromoszómánál van olyan mutáció, amikor az egyik ivarsejt nem egyet, hanem kettőt ad le, és így a zigóta nem kettő kromoszómát tartalmaz, már 21-es kromoszómát, hanem 3-at, és ez okozza a Down-szindrómát. Hát vannak külső jegyei is, ugye a széles orrgyök, ázsiai típusú szem, széles alapú járás, középsúlyos vagy enyhe fokú értelmi fogyatékosság, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek. Ezt John Langdon Down fedezte fel 1866-ban. A szindróma az ugye egy tünetegyüttes, ő akkor az ázsiai típusú szemek miatt mongol idiótáknak nevezte el, ami téves, ugyanis az idiotizmus az nagyon súlyos értelmi fogyatékosság, az 30 alatt van az IQ, az a hányadosuk, és ellenben a Down-szindrómások nagyon jól képezhetők, nagyon jól szocializálhatók, és a másik pedig a mongol rasszhoz sincs semmi közük. Tehát ez akkor ő csak úgy rámondta, illetve ez mostanra már pejoratív értelművé vált ez idiotizmus, meg hülye, meg régen hülyék iskolája, meg így volt a kérés. Ez más értelmet kapott, és a korrektség miatt ezt már másképp hívjuk. Tehát társul még sajnos ugye azért szindróma, anatómiai elváltozások, nagyon gyakori a szívfejlődési rendellenességek, akkor az izületeik nagyon lazák, túl lazák, aztán még az immunrendszerük is nagyon sokkal gyengébb, és hát a statisztika szerint gyakoribb a leukémia, de én még hál' Istennek nem találkoztam ilyennel, úgyhogy remélem. Életkoruk egyre nő, és van remény, mert a génsebészet is jó úton jár, tehát ők is nagyon foglalkoznak ezzel a témával, és most olvastam nemrégen egy kutatást, egy amerikai kutatást, hogy az Alzheimer-kornak a gyógyszereivel kísérletezve egy csoportot ezzel terápiáztak, és 30-as IQ emelkedés volt náluk észlelhető. Tehát hát, ha valami történik, nagyon sokan rajta vannak az ügyön. Ákos és Dia, ti hogyan fogadtátok, hogy negyedik gyermeketek ezzel a rendellenességgel születik? Végeztetek előtte ilyen szűrővizsgálatot? Nem. A kislányom 2016-ban született, akkor még a manapság bevezetése kerülő új típusú genetikai szűrővizsgálatok nem voltak annyira elterjedtek, de az akkor érvényben lévő kötelező vizsgálatokon részt vettem, és 4D-s ultrahangon is. Magzati korban nem állapították meg nála, hogy Down-szindrómával érintett, hanem amikor megszületett, akkor tudtuk meg. Hát ez az első napokban, első hetekben nagyon nehéz volt,
ennek a feldolgozása azért hosszabb időt vett igénybe nálunk. Ez egy gyász folyamat, igaz? Igen, mondják, utólag már hallottam én is erről, igen, pszichológusok mondják, hogy ez egy elengedési folyamat, amikor egy édesanyja rákészül arra, hogy egy egészséges újszülött születik, és nyilván én is tapasztalt voltam, már Kinga a negyedik gyermekem volt, és tudom, hogy milyen egy kisbaba érkezését várni, és aztán milyen az, amikor a karomban tartom a kisbabát, és ebből a szempontból, bár én nem láttam rajta, és kérdezték is az orvosok, hogy hát hogy nem látom, hát ez egyértelmű, nekem ő tökéletes volt, és gyönyörű, és ugyanolyan kisbaba volt, mint a többi gyermekem, de nyilván annak hatására, hogy mondták ezt, hogy milyen problémák várhatóak, mi merül fel, ezért én is egyfajta csalódottságot éreztem, bár nem voltak ennek kézzel fogható jelei, ugyanúgy viselkedett, mint a többi kisbabám, és nem mutatott lemaradás sem a fejlődésben, sem a gyarapodásban, de hogy őket idézzem, azt mondták mindig, hogy nyílik majd az olló, ami azt jelenti orvosok és gyógypedagógusok szerint, hogy a lemaradás várhatóan egyre nagyobb lesz. Most 5 éves egyébként, Kinga. És a többi gyermeketekkel hogyan tudtátok ezt megismertetni, ezt a szindrómát, illetve az, hogy ő egy picit azért más, hogy ne legyen ez feszültség a családban? Ez nagyon érdekesen alakult, mert akkor, amikor kiderült, hogy a szülést követően, hogy ő Down-szindrómás, akkor én magam sem tudtam túl sok mindent erről a tünet együttesről. És mire én hazaértem a kórházból, és kicsit kihevertük az első információkat, addigra a gyerekek már régen utána néztek az interneten, és megtudták, hogy miről van szó, és hát azt mondták, hogy rengeteg helyen lehet olvasni, hogy nagyon cuki. Hát ez bevallom őszintén, hogy akkor engem nem nagyon vigasztalt, mert hogy az ember mindig azt várja a gyermekétől, hogy az valami tökéletes, és valami nagyon-nagyon szép, és jó tanuló, okos, és mindenben tehetséges lesz, és akkor rögtön jött egy bélyeg, hogy nem, ő ezek szerint soha nem fogja tudni megütni azt a lécet, vagy nem tudja megugrani azt a lécet, amit a többiek. És érdekes az, ahogyan változik az ember, ahogyan a gyerekek befogadták, ahogyan körülvették, és ahogy elkezdtek gondoskodni róla. Hogy azt vettük észre, hogy nem csak Kinga fejlődik sokkal szebben, mint ahogy mi gondoltuk, hanem mi magunk is egyre jobban elkezdtünk fejlődni, és felnőni hozzá. Mire tanított titeket, Kinga? Az elfogadásra, ami első hangzásra nagyon sablonosan hangzik, hogy egy kisbaba hogy tud elfogadásra tanítani, de valóban az elvárásaink fajsúlyát áthelyeztük. És mivel mindig ezek voltak a félelmeim, hogy mi lesz vele majd, ha annyira furcsa volt, hogy kisbaba korában amiatt aggódtam, hogy mi lesz a szakmája, lesz-e férje, csupa olyasmi miatt aggódtam, ami miatt a többi gyermekem, amikor kisbaba volt, eszemben sem jutott félni, hogy vajon nekik lesz-e párjuk, és Kinga kapcsán ezek miatt kezdtem aggódni. És azt, hogy áthelyeztük az elvárásainknak a fajsúlyát, az ebben mutatkozik meg leginkább, hogy most már nem azt figyelem a gyerekeimnél, hogy hanyast hoz haza, hogy másnak megfelelő-e, hogy ő mennyire udvariasan viselkedik, hanem hogy kiegyensúlyozott családi légkör legyen otthon, és ebben azt gondolom, hogy Kinga nagyon-nagyon sokat hozott. És milyen speciális foglalkozásokra van esetleg szüksége, illetve Egerben vagy a megyében vannak-e olyan intézmények, amelyek ezt ki tudják elégíteni? Esetleg én szólok. Vannak középsúlyos kategóriába tartozik a nagy része a Down-kórusnak. Kinga, ő enyhe fogban, értelmi fogyatékossággal érintett, nagyon szépen fejlődik, nagyon a státuszához képest nagyon elől van, hogy úgy mondjam. A szókincse, az ismeretanyaga, a matematikája, a memóriája nagyon jó és nagyon jó fejleszthető. Egy kis színművésznő, egy kis angyal, mert szeretett angyalkái ők, tehát ők megtanítanak szeretni. Szerintem azért jöttek a földre,
vagy azért születtek, mert nagyon kedvesek és aranyosak. Van a fent a Szalaparton van a középsúlyosak, illetve a Móra Ferenc, illetve létezik inkluzív oktatás is, főleg a skandináv államokban ez elterjedt, ott van rá pénz és infrastruktúra, ott itt is mondják, hogy ott is úgy van, tehát ez szép dolog, igen, csak ott mindegyik gyerek mellett beültetik az egészségesek közé. Ez nagyon nagy lehetőséget ad a gyereknek is, meg az egészséges gyerekeknek is, mert így mondom, hogy egészséges, mert Kinga is egészséges egyébként, de... és az elfogadás miatt, de az elvárás nem lehet ugyanaz, mert akkor, mivel a gyerek a legőszintébb és legkegyetlenebb, ezáltal őszintesség, azt mondják sokszor, hogy kegyetlenség, akkor kudarcot élne meg, és annyira viszont értelmes, hogy tudja, hogy ő nem olyan, tehát más elvárások kellenek, viszont nagyon nagy lehetőségeket rejt magába, de kint, mondom, skandináv államokban mellette ül egy gyógypedagógiai asszisztens, vagy egy gyógypedagógus, aki fogja a kis kezét, és hát halatlan fejlődést lehet elérni náluk. Hát lehet, hogy itt is meg lehetne próbálni. Remélem, hogy sikerül. Majd. Azt már említetted, hogy azért szóba került az, vagy gondolkod el szintjén, hogy mi lesz vele, hogyha majd pályaválasztás elé és munkahelykeresés elé néz. Hogyan látjátok azt, hogy a mai társadalomban ez mennyire nyitott esetleg, mennyire befogadó, mennyire lesz neki lehetősége tényleg mondjuk könnyedén elhelyezkedni a munkaerőpiacon? Én azt gondolom, hogy ugyan nem könnyedén, viszont lesznek lehetőségei. Abból kiindulva, hogy normál bölcsödébe járt, a Montessori bölcsödébe, azt követően normál óvodába jár, most a Kibai Károly tagóvodába, a belvárosi óvodáknak az egyik. Igen. A kettő nagyon, igen. Tehát épp gyermekek között tanul. Az iskola kapcsán most még egy év halasztást kapott, mert most lenne iskola köteles korú, és emiatt a pedagógiai szakszolgálatnál kérelmeztük, és ennek a kérvényünknek helyt adtak, hogy még egy év halasztást kaphat ő, és marad még egy évig az óvodában. Nagy kérdés az, hogy iskolába hová kerülhet majd, még ezt nem döntöttük el, viszont mivel Eger megyeszékhely, azt gondolom, hogy jóval jobb helyzetben vagyunk, mint egy közeli kis településem, de ennek ellenére, mikor kicsi volt, mi is fölhordtuk Budapestre a Down Alapítványhoz korai fejlesztésre, és azt gondolom, hogy a szép fejlődéséhez ez is hozzájárul, hogy óriási tapasztalattal rendelkező komoly szakemberek foglalkoztak vele egészen pici korától kezdve. És a későbbi távlati terveket illetően én azt gondolom, hogy mi megtanítjuk őt arra, hogy akarjon dolgozni. És ez azt gondolom, hogy nagy dolog. Tehát ő majd keresni fog munkát, és aki keres munkát, az én azt gondolom, hogy Magyarországon talál munkát. Nincsenek ebből a szempontból azt gondolom túlzott elvárásaim, tehát valószínűleg valamilyen betanított munkát fog végezni. De azt gondolom, hogy lesz kenyérkeresete, és az emellé esetleg társuló adókedvezményekkel, segélyekkel együtt biztos, hogy meg fog tudni élni. Támogatott lakhatásban fog tudni részesülni, és azáltal, hogy nagykorában egy olyan óvó légkör veszi körül, ahol odafigyelnek, majd rá kicsit tudom hasonlítani egy kollégiumhoz. Odafigyelnek rájuk, mégis mivel töltik az idejüket, elmennek-e dolgozni, beérnek-e időben, van-e bármilyen egészségügyi problémájuk, tehát erre azért Magyarországon van már lehetőség, és azt gondolom, hogy mi majd megkeressük ennek a módját, hogy élni tudjunk vele. Nagy különbség közöttünk, hogy Dia mindig azt nézi, hogy mi lesz majd 10 év múlva, meg hova fut ki ez a történet. Én sokkal inkább azt szoktam nézni, hogy mi az, amit éppen megélünk, és én abból tudok kiindulni, amilyen most Kinga, az pedig elég jó alapanyagnak tűnik. Tehát azt mondanám, hogy ő egy kis celeb egyébként ott a belvárosban. Szinte mindenkit ismer, mindenki ugyanúgy köszön neki, mindenki felismeri őt, és azt a fajta szeretetet, amit tud sugározni maga körül, és az a fajta érdeklődés, amit tanúsít minden iránt, ami körülveszi, az éppen azt mutatja, hogy neki azért lesznek lehetőségei az életben.
Úgyhogy én nagyon bizakodok benne. 5 év múlva talán majd többet tudok mondani arról, hogy hogyan alakult. Egyelőre inkább azt látom, hogy szerintem jó helyen van, és jó emberek veszik közül. Nagyon kis ügyes. Nagyon, nagyon jó a monotónia tűrő képességük egyébként, ezért aki ő enyhe fogban, tehát mondom, hogy ő nagyon jó helyzetben van, én szerintem ő nagyon önálló. Például az ilyenkorú gyerekek még nem szobatiszták. Ő önállóan öltözik ki, és kéri magának, hogy jön. És a babáját öltözteti, és én el tudnék képzelni neki egy ilyesmi jellegűt, vagy kis babákkal, vagy kis gyerekekkel, akár egy dajka, vagy egy kis gondozónéni legyen, mert állandóan babázik, beszél nekik, magyaráz, és nagyon, nagyon aranyos mondom. Hát igen, az öcsét is mindig rendezgeti, igen. Meg már most sokszor köszöni szépen, de nem kér belőle, de Ákost is szeretné babusgatni. Meg az óvodába is a kisebbeket folyamatosan. És teljesen beáll a sorba, tehát megtanulja azt, hogy ez kell. Tehát a feladattudata, az kiépíthető, és egyre jobb, meg a feladattartás. Is, és innentől kezdve már a munka is kilátásba helyezhető a későbbiekben, mert ez reméljük, hogy csak javulni fog. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és a beszélgetést, és jó egészséget kívánunk Kingának. Köszönjük szépen.